sok szeretettel köszöntünk mindenkit, mi valóban Győrből érkeztünk a Mobilis Interaktív Kiállítási Központból. Bemutatom Horváth Márk kollégámat, engem pedig Molnár Milánnak hívnak. És valóban az ebben a 15 percben a tervünk, hogy egyrészt bemutatkozzunk, és mindenképpen azt szeretnénk elmondani, hogy ide most mi elsősorban tanulni jöttünk erre a kis konferenciára, de szeretnénk azt mindenképpen megmutatni, hogy azért eddig mivel foglalkoztunk a csillagászat motiválta ismeretterjesztés kapcsán, de mondom még egyszer, a mi motivációnk most ebben a egy napban, másfél napban az, hogy tanuljunk itt mindenki mástól, de azért mégis elmondjuk, hogy mi eddig mit csináltunk. Az elején a ház bemutatása kapcsán most mindenképpen már kezébe adnám a mikrofont, megmutatjuk azt, hogy is néz ki az intézmény, aki esetleg még nem járt nálunk, és utána pedig beszélünk arról, hogy csillagászat kapcsán mi eddig mivel foglalkoztunk. Kérjük szépen akkor, hogy esetleg. Üdvözlök én is mindenkit, Horváth Márka, hogy Milán mondta. Én már 4,5-5 éve a Mobilis kereteiben diákként kezdtem el dolgozni, és hát nálunk van is egy ilyen bevett szokás, hogy diákok, illetve főállású kollégák együtt próbálják népszerűsíteni a tudományt, a fizikát, kémiát, földrajzot, biológiát, informatikát, mindent, ami csak jön, és a csillagászat is egy ilyen új tevékenységünk, amivel mi is frissen kezdtünk el foglalkozni, ezért is jöttünk el egyrészt. 2012-ben nyitottunk. Aki járt nálunk, tudja, hogy ez alapvetően egy játékosan felfedezhető ház, egy tudományos interaktív központ, 74 interaktív kiállítási játékunk van, ami gyakorlatilag önmagunkkal felfedezhető. Oda megyünk, játszunk, kipróbáljuk és megérthetünk vele bonyolult, akár bonyolultnak vélt fizikai dolgokat, és egy kisgyerek is akár megérthet olyan dolgokat, hogy miért megy olyan gyorsan az a versenyautó, miért nem repül el például a kanyarban, vagy hogyan emelkedik fel a repülő, és még sorolhatnánk. Elsősorban a közlekedés a téma, ezekből is, hogyha valakinek már leesett, akkor így van, a közlekedés az elsődleges témánk, amiköré a ház épült. Vannak tematikus kísérleti bemutatóink, melyeket három havi rendszerességgel, jelenleg most 5 bemutatónk van, és ez decemberben fog majd megújulni. Mindig a kollégák egy-egy bemutatót, vagy akár több bemutatót is adott témaköré csoportosítanak. Például a jövő hónapban a számítógép működésével fogunk foglalkozni, illetve egy kis hangtani bemutató lesz, illetve próbáljuk eloszlatni az emberek fejében a tudományos tévhiteket. Ide kapcsolódik egyrészt majd a csillagászat is, reméljük, hogy erre is találunk majd, hogyha tudtok, akkor nagyon szívesen vesszük az előadásunk után tudományos tévhiteket a csillagászattal kapcsolatban, amik akár kísérleti formában igazolhatók, vagy megcáfolhatók. Itt egy pillanatra hadd vegyem át a szót. Hogy mit is értünk ez alatt, mert ez szerintem egy egészen érdekes történet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bejön hozzánk a látogató, mi összeállítunk egy kísérleti bemutatóban mondjuk 5 darab olyan világszerte fölmért, tudományos, tehát társadalomtudományi felmérések alapján kimutatott természettudományos tévképzetet. Ezt az 5-öt kiválasztjuk, mindegyikre tervezünk egy kísérletet, de mielőtt bemutatnánk, elvégzünk egy valós idejű online felmérést a látogatóink között. Saját okostelefonjával, vagy az általunk kiosztott táblagépek segítségével. Föltesszük a kérdést, a látogatók között ugyanúgy kijön a tévképzet, mint ahogy az a világszerte működik, majd pedig mi ezt egy kísérlettel megpróbáljuk megmutatni, hogy ez nem így van. És ennek most ősszel már ez megy szépen folyamatosan, egészen komoly siker, és ezt igyekszünk most ugye majd megújítani. Például egy ide kapcsolható kísérlet, hogy ugye, hogy merre folyik le a víz. Sokszor szokták a Corioli erőhöz hasonlítani, hogy akkor egyik féltekén erre, másik féltekén arra, és mi ezt be tudjuk bizonyítani, hogy igaziból nem az a befolyásoló tényező, hanem inkább az, hogy hol folyik le az a víz. Például egy ilyen akár a földrajzhoz, csillagászathoz is köthető dolog. Pályaorientációval is foglalkozunk nagyon sok érdekes keretben, kimegyünk iskolákhoz, és próbáljuk népszerűsíteni magát a tudományos pályát, az, hogy tényleg olyan középiskolát, olyan egyetemet válasszanak a gyerekek, hiszen manapság egyre több mérnökre van szükség, egyre több tudós emberre, egyre több fizikatanárra, hogy Milán szokta mondani, hogy az a csúcsa, ugye? Ugye egyre több fizikatanár kell, és ugye szorosan együttműködünk már évek óta a Széchenyi István Egyetemmel, amivel igaziból karöltve egymás mellett megtalálhatóak vagyunk. Föl van ugye írva egy rövid kis bekezdés erejéig, az, hogy módszertani központ és élménypedagógia, hogy ez itt egy kicsit magamhoz ragadnám a szót, mint bár ugye kollégám Márk is pedagógus, ugye most már végzett tanító, én viszont ugye fizikatanár vagyok, vagy pontosan nem viszont, hanem én pedig fizikatanár vagyok. És a lényeg az, hogy módszertani központ alatt mit értünk, ugye alapvetően egyre inkább hangsúlyosan kezdjük kialakítani azt, hogy a környékbeli, a régióban lévő fizika és kémia szakos kollégákat összepróbáljuk fogni, és együtt működni velük,
ugye most már nálunk tartottak a kémiások és a fizikások is több regionális rendezvényt, ugye a pedagógiai központok révén. Tehát ez egy olyan folyamat, ami elindulni látszik, és azt gondolom, hogy nagyon hasznos, és hiszen ahogy az előző előadásból is ez kiderült, az ismeretterjesztés alapja ugye az természetesen maga az oktatás szinte az iskola, és nekünk, mint ismeretterjesztő központnak az elsődleges feladatunk azt gondolom az, hogy segítsük, támogassuk magát az alap oktatási intézmények munkáját. És ezt amilyen formában tudjuk, meg is tesszük. És az élménypedagógia az pedig nagyon izgalmas dolog, és nem biztos, hogy van a világon valaki, aki ezt pontosan tudja, hogy mit jelent. Mi igyekszünk egyféleképpen ezt elképzelni, és egyféleképpen megvalósítani. Nagyon remélem, hogy jól. Most az előző előadásban gondoltam át azt, hogy igazából teljesen másról fogunk beszélni, mint amiről eredetileg akartunk. Ugyanis olyan fantasztikusan jó felütéseket fogalmaztál meg itt az előadásunkkal kapcsolatban, hogy egy picit fel fogom borítani mindazt, ami a témánk volt. Elkezdtünk, én magam részéről nagyon régóta foglalkozom kisiskoláskori természettudományos neveléssel. Első osztálytól kezdve 5. osztályig bezárólag körülbelül. És most végre lesz lehetőségünk ma jövőre évtől kezdve ezt igazán nagy méretben, komoly intenzitással is meg is valósítani. És pontosan ez, amit az előbb fölmerült, hogy a megoldása egy csomó problémánkra az lenne, hogyha már az általános iskola alsó tagozatában tudnánk egy teljesen jelenségszintű, emészthető, de és élményekkel megtámogatott saját tapasztalat, közvetlen tapasztalatszerzésen alapuló természettudományos oktatást megvalósítani. Egy apróságot szeretnék hozzáfűzni az előző ábrákhoz. Ugye rendszeresen vannak ugye világszinten ezek a Teams vizsgálatok, amikben ugye tudásszintet, attitűdöt és egyéb mindenféle dolgokat mérnek a kutatók, és ebben egyértelműen kiderül az, hogy a magyarországi alsótagozatos diákoknak a tanterve az jelentősen eltér ezekben a bizonyos százalékokban attól, amit a világban jelenleg a tendenciák mutatnak, és most itt egy picit a földrajzos kollégával szembe megyek, ugyanis a fő különbség egyébként ezekben a számokban a fizika. Ugye lehetett látni nagyon szuper az ábrán az, hogy 5-10% fizika van jelenleg a mai oktatásban. A Teams szerint a világ tantervnek nagyjából 4. osztályig a 35%-ának kellene fizikának lennie. Ez az, amitől mi nagyon-nagyon messze vagyunk, és amiben most mi szeretnénk, mint fizikában közepesen jártas élményközpont segíteni a környékbeli iskolákat, akár bárkinek az országban, hogy ezt felhozzuk, ugyanis pontosan az a probléma, hogy az alsó tagozatos tanároknál, és csak ismételni tudom, amit Tamás szavait az előbb, hogy tényleg a magabiztosság ezekben a témákban bizony kicsi, és azt hiszem, hogy a csillagászati ismereteket valóban fizikával és földrajzzal közösen tudjuk együtt elmélyíteni. A bemutatkozásunk és a kis megváltoztatott témánk után én azt szeretném kérni, hogy picit menjünk tovább a következő ábrára, ahol tényleg csak egy ízelítő képpel mutatnám azt, hogy néz ki az, amikor minket meghívnak egy iskolába, és nem tud az iskola mondjuk eljönni hozzánk, és mi elmegyünk. Itt ugye konkrétan egy ipari szereplővel közös előadássorozatot tartunk éppen, ott valamit nagyon locsolok, valamit cseppfolyós nitrogénnel, egy lufit, vagy nem tudom. Lényeg az, hogy egy osztálynyi gyerek ül itt bent, ha valaki nagyon, nagyon jó szeme van, akkor ott hátul még Mészáros Pétert is észreveheti, aki ott ül most a hátsó sorban. A lényeg az, hogy viszont ez egy másik előadó tér, itt pedig egy tornateremben szintén, itt egy egész iskolának tartunk ugye egy ilyen ismeretterjesztő előadást. Azért adtam ezt a két képet, hogy ténylegesen többek vagyunk azért egyszerű játszótérnél, hiszen a régió ipari szereplőivel együttműködve tudunk megvalósítani pályaorientációt és ismeretterjesztést, stb. Kérhetünk esetleg a következőt, nagyon kedves, köszönöm. Egy említés szintjén gyorsan, hogy a kísérletbazár rendezvényünk, amit minden évben megtartunk, ez miről is szól. Gyakorlatilag elsősorban színpadi bemutatkozási lehetőséget adunk iskoláknak, iskolai csoportoknak, ahol színpadon tudnak kiállni és egy frontális kísérleti bemutatót tartani, illetve ez az a rendezvény, ahol igyekszünk mindenkit, aki foglalkozik az országban természettudományos ismeretterjesztéssel, azt összehívni, egy helyre gyűjteni, és akkor együtt bemutatkozni. Ebben hál' Istennek egészen komoly sikereket értünk el. Itt a zseliciektől kezdve a debreceniekre nézek itt hirtelen, sokhol gyakorlatilag mindenki megjelent már nálunk ezen a rendezvényen, úgyhogy ez, ha Isten is úgy akarja, és velünk van, akkor ez idén áprilisban is meg fog valószínűleg, úgyhogy természetesen planetáriumokat is sok szeretettel várjuk, és lehet hozzánk jönni standos bemutatkozásra, akár előadásra is. Ha mehetnénk egy picit, köszönöm szépen tovább, és akkor most pedig már egy kicsit a konkrétumokra mennénk. Itt Horváth már kollégámat látjuk éppen, amint fantasztikusan elejt egy dobozt, és erről kéne egy picit mesélnünk, hogy vagy már mesélj, de miért dobtad el azt a dobozt?
Ez egy szabadeséses kísérlet volt. Telefonunkat nem csak arra lehet használni, amire általában az ember szokta, hogy telefonál meg, fényképez vele. Mi ennél kicsit többre próbáljuk használni a telefonokat és a számítógépeket. Olyan okos méréseket végzünk akár gyerekekkel, amikre ők nem is tudták, hogy képes a telefon. Például ugye van benne egy rengeteg szenzor, amit ki lehet használni. Mágnes szenzor, gyorsulás szenzor, elektromosságot, fényszenzor, közelségérzékelő, nagyon sok minden sorolhatnánk, telefonfüggő. Ha valaki ki akarja próbálni, akár saját maga Android szenzor nevű programot tudom ajánlani, ez a mérés is, ha jól tudom, akkor azzal végződött. Próbáltunk egy olyan dobozt összerakni, amiben a telefon nem törik ripityára, és le tudjuk dobni egy olyan 3 méter magasról akár, és megnéztük utána, hogy milyen eredményeket kaptunk. Ezt valós időben közben követhettük egy grafikonon, hogy tényleg mi történik abban a dobozba, és így tényleg tapasztalati úton tudja az ember megtanulni, nem az, hogy le van írva a könyve, hogy ez így van kisgyerek, hanem tényleg mi történik ott benn. Kipróbáltuk például, hogy mi történik egy gyertyával, hogyha ledobjuk menet közben, és akkor néztük egy kamera segítségével, hogy mi történik azzal a gyertyával, hogy merre megy a láng. Így van. Tehát ténylegesen is, akkor most itt nézzük annak a csillagászati vonatkozását, hogy itt arról van szó, hogy megszoktuk, ez természettudományos tévképzet ugye benne van abban az első százban, hogy súlytalanságot csak a világűrben lehet előállítani, és természetesen ugye azzal, hogy Mark ezt a dobozt elengedte, semmilyen alátámasztás vagy felfüggesztés nem volt a doboz között, tehát egészen addig, amíg az alul nem látható babzsákba belezubtyant, addig ő súlytalan állapotban volt. Tehát magyarul ezt a gyorsulás szenzor értékeivel meg tudtuk mutatni valós időben egy grafikonon, hogy tényleg súlytalan. Másrészt, ha mondjuk betettünk oda egy pingponglabdát, az ott szépen elkezdett lebegni, vagy a mécsesnek a lángja szépen összehúzódik, és gyakorlatilag, illetve van még egy nagyon izgalmas kísérlet ezzel kapcsolatban, sajnos nem én találtam ki, hihetlen kacsitó származik, de már infejlesztettem tovább, hogy az Archimedes törvényt is be lehet mutatni nagyon egyszerűen, hiszen ugye tudjuk, hogy a felhajtó erő is ugye a folyadék súlyából származik, ha nincs súlya a folyadéknak, nincsen felhajtó erő, vagyis magyarul, hogyha ebben a dobozban pont az történik egyébként, hogy a kamerával nézzünk befele a doboz belsejébe, ahol van egy kis ilyen üdítős üveg, az üdítős üvegben van egy kis víz, a vízben lebeg minek hívják ezt a kinder tojás belsőt, így van, és a kinder tojás belsejében van egy mágnes, alul is van egy mágnes, a mágnes ugye vonzza, a két mágnes ugye vonzza egymást. Viszont a felhajtó erő fenntartja, tehát ellentart, nagyobb a felhajtó erő, mint a mágneses vonzás, ezért lebeg a kinder tojás. De abban a pillanatban, hogy leejtjük a dobozt, megszűnik a folyadék súlya, nincsen felhajtó erő, szépen lecuppan az aljára, a mágnes összehúzza. Tehát ennél direktebben, kézzelfoghatóbban nem lehet szerintem bemutatni azt, hogy ténylegesen a folyadék súlyából származik a felhajtó erő, és valóban súlytalanságos kísérleteket lehet végezni egyszerűen gyakorlatilag pár fillérből, egy akár tantermi körülmények között is. Ezeket is mutattuk például ugye, na lehet, köszönjük szépen, reméljük elég lesz. A lényeg az, hogy és természetesen ugye itt lehetne sorolni gyorsulás szenzorral, miket lehet mérni, mágneses térerősség szenzor, ugye hall szenzorral, ugye akár áramerősséget lehet mérni, nagyon sok mindent, és ezeket tényleg gyerekekkel saját eszközeiket felhasználva akár meg tudjuk csinálni, ha már a közvetlen tapasztalatszerzésről beszélgetünk. Hangkártyás méréseket is szoktunk csinálni, ha már a digitalizáció az nagyon fontos dolog, és ugye szóba kerül lépten nyomon. Ugye kétféle módon lehet hangkártyával kísérletezni, nyilván eleve az, hogyha egy mikrofontnak vannak hangszórót kötünk rá, és akkor direktbe hangjelet vizsgálunk. Például így lehet, hogy a hanginterferenciát nagyon szépen kimutatni, mondjuk két hangszórót az ember szembefordít egymással, és két hullámhozni távolságba, ráköt valamilyen olyan hangot, aminek ugye pont két hullámhoz, tehát pont fele a hullámhoz a két hangszóró távolságának, és között egy mikrofonnal lehet vizsgálni, hogy van olyan pont, ahol kioltja egymást, tehát csöndet tudunk kapni két hangszóró között. Aztán a hangkártyával való direkt elektromos mérés is nagyon izgalmas történet, és itt egy picit, hogyha esetleg a következő képet kérhetem, akkor itt most az látszik, hogy ez egy számítógép, aminek van ott egy ilyen kis USB-s hangkártyája, elnézést kérünk, ezt nagyobban nem tudtam mutatni, de ami sokkal érdekesebb az, hogy itt a gyerekek éppen azt csinálják, hogy egy befőttes üveget mérnek hangkártyával, akármilyen furcsán is hangzik ez. Gyakorlatilag az történik, hogy a mikrofon, a fülhallgató kimenetet rákötöttük a befőttes üvegre, a befőttes üvegben víz van, és az oldalának a belső bevonata alufólia, az ott látszik is, és a belsejében úszik egy parafadugó, ami szintén van alufólia, és erről a parafadugóról vezettük el aztán a jelet vissza a mikrofon bemenetbe. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha változik a parafadugó és a befőttes üveg fala közötti távolság, például meglököm a befőttes üveget, akkor változik a réteg vastagsága, a víz vastagsága, változik az ellenállása, és ezt kérem szépen 44 kHz-el tudom detektálni egy
egy egyszerű hangfelvevő programmal, egy ingyenes Audacity-vel például, és így csinálnak a gyerekek nagyjából fél óra alatt gyorsulásszenzort befőttes üvegből, parafadugóból és alufóliából. Illetve mondjuk kell hozzá egy 800 forintos USB-s hangkártya. Illetve még egy ilyen kis vicces történet, tavaly egy ilyen legós versenyre kellett csinálnunk egy kutatást, és egy törpe hörcsög éjszakai életciklusát tudtuk megmérni hangkártyás méréssel. Gyakorlatilag annyi történt, hogy a mókus kerékre rátettünk egy mágnest, kívülre raktunk egy tekercset, a tekercset bekötöttük a hangkártyába, és készítettünk egy hangfelvételt a tekercsről. Nyilván minden egyes átforduláskor jött egy elektromos indukcióból egy jel a hangkártyába, ezt mint egy hangfájl fölvettük, és utána egyszerűen kényelmesen a meleg szobában ülve nappal, kipihenten végignéztük, hogy a hörcsög mennyit és milyen sebességgel futott éjszaka. Ezt egyébként gyerekek, konkrétan egy gyerek mérte végig, nyilván azért az ötlet maga az ugye nem tőle származott. Megyünk, ha lehet, akkor még egyet mennénk tovább, ugyanis volt egy kifejezetten csillagászat motivált a napunk, egy ilyen holdfényparti, bent lehetett aludni a házban, ott a kalapos űrge az én vagyok, ott az egy távcső, tehát nézegettük az eget is, csináltunk spektroszkópot WC-papír gurigából, ennek mindjárt egy analógiáját gyorsan megcsináljuk, itt pedig lehet látni egy ilyen kis titokdobozban tapogatózást, és akkor a következő videókat én most akkor nem is játszanám le, mert láttam, hogy Mészáros Péter ezt élőben meg fogja csinálni, ugyanis természetesen a rakétákkal is foglalkozunk nagyon többször is, és a gyerekek saját maguk fejlesztenek vízzel kilőhető rakétákat, maga tervezi meg, hogy legyen az állványzat, hogyan nézzen ki a felszálló, aztán a leszálló egység, ezt egy délelőttös foglalkozás keretében megépítik, tesztelik, kilövik, még mérni is tudunk vele. Ezzel akkor most a videókkal nem húznám az időt, viszont szeretnék egy konkrét kísérletet mutatni, ugyanis csillagászatban ugye nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag a gravitációs hullámokon kívül mindent optikai, legalábbis elektromágneses hullámokkal tudunk meg, és ezt hogy tudjuk egy egyszerű embernek megmutatni, hogy mi az, hogy színképelemzés, hogy tudunk a színképekből valamilyen információt kinyerni, és erre voltam, például a nyári kísérleti bemutatóinkban csináltuk ezt rendszeresen, ezt a kísérletet, elnézést kérek, hogy egy picit kifutunk az időből, gyorsan ezt hadd mutassam meg, kérlek, hogy ezt adjuk körbe, mindenki vegyen, akinek jut, elnézést kérek, nem fog mindenkinek jutni, vigyázzunk vele, mert picit hegyes. Nagyon drága kísérleti eszköz, leltári száma van, ollóval, CD lemezekből vágtuk ki, úgyhogy nagyon. Tehát gyakorlatilag egyszerű diffrakciós rácsokat csináltunk CD-lemezekből. Ezek a rácsok ugye viszonylag szakirodalomból megtudható rácsállandóval bírnak, de a lényeg az, hogy rajtuk ugye a fény elhajlik, és nyilvánvalóan hullámhoz specifikusan hajlik el. És ilyen módon különböző fényforrások színképét meg tudjuk vele vizsgálni. És ezt fogjuk most megmutatni. Egy nagyon egyszerű, nyilván senkinek nem fogok ezzel újdonságot mutatni, most ezért elnézést kérek, de hogy a maga az elv, az szerintem elég szép, meg a maga kísérlet maga elég szép ahhoz, hogy érdemes legyen vele foglalkozni. Két lámpánk lesz, Márk már csinálja, az egyik az egy kompakt fénycső. Ugye ezek a kompakt fénycsövek, ezek ilyen fluoreszencia alapon működnek, tehát hogy az UV fényben működő higanygőz. Hát mindenkit, meg vallatjuk őket, nem, szembe velük, persze, persze. Jó, tehát hogy az egyik ugye ott van. Ez miért nem világít? Hoppá. Jajaj. Ja, nem volt benne. Ha, úgy jó van. Oké. Okay. Szóval, tehát ugye az a kérésem, hogy a rácson keresztül nézzünk bele közvetlenül, úgy, hogy lehetőleg mind a két szivárvány egyszerre látszódjon. Nyugodtan vegyük egészen közel a szemünkhöz. A kérésem az, hogy a CD lemeznek ugye meg lehet határozni az eredeti sugara milyen volt, az legyen mondjuk függőleges, az legyen függőleges. Tehát, hogy úgy tartsuk, hogy lefele álljon a közepe, vagy fölfele álljon a közepe. Úgy, nagyon jó, ez az. Mert akkor a két szivárvány egymással párhuzamos lesz csak azért. És akkor gyönyörű szépen egymás mellett fog látszani a két különböző szivárvány. Látszik? Egyik az ugye vonalas, a másik folytonos. Mindenki látja? Kérem, hogyha akinek nem jutott, annak adjunk... Jó, tehát próbáljuk meg úgy tartani, hogy mintha a képzeletbeli sugara... A eredeti CD lemeznek, ugye látszik, hogy ilyen darabokból van kivágva, az függőleges legyen, mert akkor lesz egymás melletti a két szivárvány. És gyönyörű szépen látszik az, hogy az egyik az ugye teljesen folytonos színkép, ugye hőmérsékleti sugárzásra állítjuk elő, itt van az én kezemben, és a márké az pedig elvileg vonalas, hiszen ugye adott mennyiségű ilyen fluoreszens bevonat van ugye ennek a belsejében, és azokat látjuk külön-külön világítani, és így azért egy picit könnyebben képzeli az egyszerű látogató nálunk azt, hogy mit is jelent az, hogy színképelemzés, mit is jelent az, hogy spektroszkópia. Jó, hoztam én egy hidrogén vákumcsövet is, de azt most már nem mutatjuk meg. Egy régi oktatási célra szánt lézer tápegységet szedtem szét. Hát nem, mert aztán kiderült, hogy a kábel is elszakadt hozzá, de esetleg kézbe tudom adni, megmutatni. Mi köszönjük szépen a figyelmet. Ennyit szerettünk volna, és elnézést kérünk, hogy egy picit túlcsúsztunk az időn.